Elnök úr, tisztelt ház, egészen elképedve szemlélem a kormányzati ötletekből áradó impotenciát, ami ezt a kérdéskört illeti. Nem az a baj, hogy önök lebontották azt a részben tőzsdézésre szakosodott magánnyugdíjpénztári rendszert, amit kitaláltak nekünk Magyarországon, ezt ki kellett takarítani, tény és való. Ugyanakkor, ahogy Babák képviselőtársam is mondta, önök lényegében az egyik oldalon bevételeket kívánnak növelni, a másik oldalon pedig kiadáscsökkentésről van szó, hogy egy egyensúlyibb felé közelítő helyzetből minél jobban tudjanak szolgai katonai módon törleszteni. Ezzel egy óriási probléma van, hogy a jelenlegi keretekből nem tör ki. Ugyanis ha egyenletesen elterítenénk az ország teljes adósságát, akkor arra jutnánk, hogy családonként mintegy 12-13 millió forintot lehetne így visszafizetni, és gyakorlatilag az ország népességének a 80%-a földön futóvá válna. Ha ezt okos ütemezés kívánják megcsinálni, mindenféle nemzetközi kívánalmat, elvárást betartva, akkor 200 vagy 300 évig kívánják törleszgetni azt az adósságterhet, aminek egy jó részét azért már többszörösen visszafizettük. Nem igaz az, hogy egy átütemezési tárgyalás során adott esetben ne lehetne a tárgyalóasztal túloldalán senki, nagyon is jól behatárolható az az osztrák-német bankokból, pénzintézetekből álló kör, amelyiknél az adósságállomány egy része közvetlenül vagy közvetve megtalálható. Az lenne most a feladat elsősorban, hogy ennek az útjait kimunkáljuk, hogy egyáltalán végig gondoljuk azt a lehetőséget, hogy van-e lehetőség ezen kötelezettségrendszer felülvizsgálatára, vagy nincsen. Véleményem szerint van, de az a szolgai magatartás, miszerint végig se gondoljuk, hogy ennek milyen lehetőségei lennének, és majd a jövőbeni bevétel növekedésektől remélünk valamit, meg az amúgy ismerős megszorításoktól és kiadáscsökkentésektől, ez ugyanakkora kudarc és ugyanakkora blödli, mint amit önök a munkahelyekről mondtak, hogy 1 milliót ígértek, egy év alatt 90 ezerrel nőtt gyakorlatilag a regisztrált munkakeresők száma. Tehát most 1,1 milliót kéne összehozni, 3 év alatt igen nehéz lesz. Ugyanekkora hibát és ugyanekkora problémát okozott az egykulcsos adózásnak a bevezetése. Sajnálatos módon a belátás hiányzik önökből, enélkül viszont nem járhatunk sikerrel ebben a kérdéskörben. Figyelem azt az álhatatosságot, ahogy például a kokáért a kommunista kormányzatok által felvett hiteleknek a törlesztésért kardoskodik a kormányzat. Én azt mondanám ezzel szemben, még csak nem is átütemezésről beszéltünk, ami egyébként egy nagyon jó dolog lenne. De önök mintha nem hallottak volna akár a fizetési moratórium fogalmáról, mintha nem hallottak volna arról, hogy egy ország bizony ki tud és ki is léphet azon gazdasági keretek közül, amelyekbe beleerőszakolták. De tovább lépve ezen, azt is elképedve hallgatom, hogy önök itt a Fidesz gazdaságpolitikáját úgy festik le, mint ami most is szép lassan elhozza nekünk a megoldást, csak ki kell várni, és addig az országnak túl kell élnie. Hát sajnálattal kell, hogy jelentsem, munkahelyek frontján ez nem sikerült, hiszen még egyszer mondom, hogy mínusz 90 ezerben vannak a plusz 1 millióhoz képest, amit ugye 4 évre prognosztizáltak. Az eladósodottság szintjén, lakossági szinten sem tudnak segíteni, hiszen a devizahitelesek problémáját továbbra sem képesek megoldani. Azt sem tudják megoldani, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat, ami a munkavállaláshoz, gyermekvállaláshoz egyáltalán szükséges, hiszen közbiztonság tekintetében ez a jelenlegi kormányzat 5-ös skálán mínusz 1-es osztályzatot érdemel eddig. Azokat üldözi, akik a bűnt üldöznék, és azoknak ad biankocsekket, akik bűnöznek. Ilyen gazdasági közegben nem lehet kilábalásról beszélni, és ide vezethető vissza minden. Az államadósság kérdéskörének a kezelhetetlensége is oda vezethető vissza, hogy szétverték a magyar vidéket, gazdasági terrorizmus folyt 20 éven keresztül Magyarországon, és a kilábalás felé vezető összes eszközt lesöprik az asztalról. Mi az, hogy nem lehet újra tárgyalni? Mi az, hogy nem lehet fizetési moratóriumot jelenteni, vagy átütemezni? Miért ne lehetne? Meg kell próbálni. Kétharmados felhatalmazással nem lehet senkire mutogatni. Ha valóban nemzeti érzelmű kormánya lenne Magyarországnak, már elindultak volna ezek a folyamatok. Tisztelt ház! Én egy nyugodt szerdának indultam neki, aztán itt azt hallom, hogy a Nemzet templomában a Horn kormányt éltetik egyesek. Tehát a mellettem lévő vörös hordalék odáig jutott, hogy kitalálja, hogy az, amit a Horn kormány művelt Magyarországon, az a gazdasági terrorizmus és Trianon, amiért még senki nem kapott lényegében semmit, az jó volt és hasznos volt Magyarországnak. Hát állítsák már le magukat, kérem szépen. De nem is erről akarunk beszélni, mert a vita színvonalát egy bizonyos pont fölött azért illene megtartani, ebben ma önök nem tartoznak bele. Beszéljünk arról, ami az átütemezést illeti. Itt egészen elképesztő neoliberális alapvetéseket hallok egyes kormányzati körök és tényezők szájából, amikor azt mondják, hogy hát ilyenre ne is gondoljunk. Hát akkor visszakérdeznék én, hogy az általam egyébként nagyon nem szeretett IMF-nek az alapokmányába, hogy kerül bele az a passzus, az a kitétel, hogy államadósságot elengedni nem lehet, csak és kizárólag átütemezni.
Én nem azt mondom, hogy az IMF receptre akarok bármit is hajazni Magyarországon, szó sincs róla, ezt az előző kormányok csinálták, a Jobbik ebben ártatlan és szűz. De ha ennek a szervezetnek az alapokmányában megtalálható ez a lehetőség, akkor hogy fordulhat elő, hogy ezt fel sem lehet vetni Magyarországon, hiszen már-már bűnnek számít, és buta, ostoba, szakmához nem értő embernek számít az önök szemében az, aki ilyet felvet, miközben ennek igenis lenne realitása. Ugyancsak a római jog mondja ki, amellett, hogy a szerződéseket természetesen be kell tartani, azt is, hogy a lényeges körülmények változása esetén a szerződések bizony felülvizsgálhatóak. Volt lényegesebb körülmény mondjuk a kommunista érában felvett államadóság tekintetében, mint hogy lehetett volna egy rendszerváltás, amit igaz, hogy elhazudtak, igaz, hogy elárultak, de ennél nagyobb lényeges körülmény változása nem fordulhat elő jogi szempontból sem. Az, hogy akkor senki nem ült tárgyalóasztalhoz, az, hogy akkor Brüsszel és New York tanácsaira, parancsaira hallgatott az egész magyar politikum, közös felelősség, az önök felelőssége, és valószínűleg mi fogjuk rendbe tenni egy Jobbik kormányzás idején.